napja Finesz Dominika Margit hídon járt éppen, amikor arra lett figyelmes, hogy egy fiú szeretne, nem szeretne, de hogy leugrani készül a hídról. És egy egészen elképesztő dolog ütötte meg a fülét, hogy az arra járó autósok azok arra bíztatták, hogy gyerünk, ugorj le, ami önmagában egy egészen elképesztő dolog. Ezt skandálták, és a segítségnyújtás helyett viszont neki helyen volt a szíve. Dominik megtett azért, hogy szóba tartsa a fiatalt és megmentse az életét, és már köszöntünk is benneteket édesapáddal együtt nagyon sok szeretettel, Finesz Imrát és Finesz Dominikot köszöntjük itt. Dominik, milyen érzés volt ez, amikor te ott sétáltál és ezt meghallottad? És előtte mondd el, hogy mi történt pontosan ott, jó? Hogyha valaki esetleg lemaradt volna a történetről, a Margit hídnál, mi történt aznak? Hát igazából ez úgy volt, hogy munkába jöttem hazafele, beszéltem a barátnőmmel, és láttam egy fiatal srácot, aki készül leugrani a mélybe, és a másik emberek videózták már akkor, ahogy beszéltem hozzá, ott az elhaladó autósok beszólogattak, hogy ugorjál le. Ez azt jelenti, hogy fönt állt a hídnak a korlátján? Fönt állt, már igazából velem szemben, hát hátrafele akart ugrani, hátrafele esni a vízbe. És te ott álltál a közelében? Közelében, megtartottam a tisztes távolságot, hogy ne féljen, és tényleg ne baj beleugorjon, azt fél, hogy én is be akarom-e lökni, meg mondta nekem, hogy lökjem bele, meg ilyeneket. De honnan tudtad, hogy mit kell csinálni? Hát nem tudom, szóval ez ösztönösen jött, amit kellett csinálnom. És hogyan hatottál rá? Miket mondtál neki? Hát mondtam neki azt, hogy jöjjön át, akkor megiszunk egy sört, megfogadtam a barátnőmnek, hogy nem iszok alkoholt, megiszok vele, és mondta, hogy nem ér ennyit. Nem mondtam, hogy többet is érsz, és mondom, adok egy ölelést is, meg mondom, elmehetünk kajálni, és amúgy van. És hol volt ez a pillanat, amikor megfordult a helyzet? Hogy érzed? Hát igazából már, amikor elkezdtem vele beszélgetni, akkor nagyon figyelt rám. Figyelt rám, és ő mesélte, hogy az anyja kidobta, kicsit már sírt is ott, könnyezett a srác. Én csak arra vártam, hogy megérkezzenek a rendőrök is, akkor ugye intézkedjenek. És akkor már megvolt ez a bizalom, hogy úgy érezted, hogyha megjönnek a rendőrök, akkor ez nem fogja megint visszalökni a helyzetet, és esetleg nem... Hát nem gondoltam erre. Megérkezett a rendőr kolléga, és akkor kérdezte, hogy behúzzuk-e. Másnak megkérdezte, hogy a barátom, mert mondtam, hogy nem, csak erre jártam én is. És akkor kérdezte, hogy behúzzuk, én eldobtam a kabátomat a földre, és így ösztönösen megfogtam én is neki a vállát, és a rendőr is, és elkezdtünk behúzni a srácot. És talán érkezett még egy rendőr, és húzott rajta, és már bent is volt. Megkérdezzük édesapádat, hogy milyen érzések vannak benned, hogy a fiad ilyen fantasztikusan helytált egy ilyen helyzetben, mit szóltál ehhez? Hát amikor én eleve ugye fölhívott, én voltam az első, akit azonnal telefonált, hogy édesapa, képzeld el, mi történt, mert amikor velem történt ugyanez januárban, én is hívtam őt, hogy képzeld el, egy életmentés történt, és én annyira büszke voltam arra, hogy ő ezt így spontán le tudta kezelni, mert mindig is úgy tanítottam, 13 és kor óta van velem, hogy az embereken segítsünk, mert sokkal jobb adni, mint kapni, és hála Isten, ez így tök jól jött ki neki, ez a helyzet, és tudom azt, hogy annyira jó a helyzetet megoldó képessége az ilyen helyzetben, hogy nem fog megijedni, hogy úristen, most mit csinálunk, otthon, mert 22 éves, sokkal-sokkal felnőttebb gondolkodása van Dominiknak, és hála Isten, ez így ki is viteleződött neki. Biztos neked is jó érzés, hogy valamit nagyon jól adtál át, és említetted, hogy veled is történt egy hasonló eset, igen, te is segítettél. Én januárban az öccsével, a Maximiliánnal sétáltunk Székesfehérváron, vittem haza, mert a láthatóságban, és vittem haza vasárnap, és nem akartam bemenni az Interspárba, de mégis abba a sávba kerültem, nem mondom, gyorsan bemegyünk, veszünk a vonatra, mert szeret csemegézni a vonaton. Ahogy bemegyünk, a hangos bemondóban mondták, hogy segítsen valaki, aki esetleg orvos, valami a vásárló között, mert nagy a baj. És arra mentem, láttam, hogy egy bácsi fekszik stabil oldalfekvésbe, és kérdezem az eladót, hogy mi történt. Hát nem lélegzik az úr. Mondom, akkor miért stabil oldalfekvésbe raktátok szerencsétlen? Azonnal megfogtam kisfiam kezét, ugye átadtam egy vásárlónak, most lesz 6 éves, és visszafordítottam a bácsit, akkor már nem élt. Akkor már hamuszürke volt magálá, kísért, stb. És elkezdtem az újraélesztést. Megnéztem ugye, úgy, ahogy kell, hogy lélegzik-e, hogy oldalra fordultam, láttam, hogy nincs mellkas mozgás, semmi, de akkor már hívták a mentőt. És akkor a mentő diszpécserrel együtt elkezdtük az életmentést. Hát olyan 8 perc körülbelül, amikor... A diszpécser mondta telefonon neked, igen, hogy kell csinálni? Pontosan, igen, mit csinálj, de mondtam neki, hogy én már ezt ugye tudom, mivel az emberek jogosítványa van.
csak tudjuk, katona voltam, ott is tanultam, meg az ember ezeket nézte, én a Csúlya Imrét néztem előtte, érdekes, előtte nap néztem a Csúlya Imre videóját, a kisfiam a YouTube-on, és ez megtörtént másnap, ez annyira szürreális volt. Ez annyira, igen, annyira szürreális volt. És akkor visszajött az úr az életbe, az volt a legcsodálatosabb, hogy olyan, mint amikor bekapcsoljuk egy tévét, a pupillája te csak fényt azt látott az úrnak, és akkor ugye folytattam tovább, jöttek a mentők, ők átvették, majd ugye elvitték az urat a kórházba. Ez az érdemrend is ebben van kapcsolatban? Igen, ez akkor kapunk ilyet, az állami kitüntetésen, ugye mi polgárőrök vagyunk, és így a polgárőrség adja a számunkra, ez egyenértékű az állami kitüntetéssel, ez egy aranyozott érem, ami ugye magába foglalja azt, hogy amit holnap a Dominik 12 órakor fog megkapni az OPS központban. Te is kapsz egy ilyet? Igen, holnap. Több büszkék vagyunk erre, főleg a településünk, hogy olyat tettünk az egyesületben, hogy még senki, hogy egy fél éven belül egy családban két ilyen érdemérem, ez a legmagasabb, legmagasabb kitüntetés. És gratulálunk Dominika. És majd jön Maximilián lassan, aki beáll a sorban. Dominika, te tervezel esetleg valamit ezzel a segítségnyújtással kapcsolatban a jövőben? Én szeretnék amúgy tervezni, igazából az a tervem, hogy nagyon sok ember rám írt, és nagyon sokan írtak és gratuláltak, Székelyföldről mindenhonnan írtak nekem, még külföldiek is. Ez jó érzés, és nagyon jó érzés, és én azt találtam ki, hogy sokan akarnak velem találkozni, beszélni, és akkor én TikTokot amúgy elkezdek egy felhasználót csinálni, azában már megcsináltam, és ott tudnának velem az emberek beszélni. És úgy gondoltam, hogy majd abból, ha befolyik ott pénz, akkor én szeretném azt a pénzt alapítványoknak odaadni, elsőnek a rákos betegeknek, kisgyerekeknek, meg állatmenhelyeknek. Mert úgyis, ha láttam az emberek mindig küldik ott azokat a donétokat, vagy micsodákat, és én meg úgy vagyok vele, hogy ami pénz befolyik, azt akkor segítek másnak is, az emberek is segítenek, és segítünk valakinek. Ez a segítő szándék, ez nagyon erősen bennetek van, és Istennek az emberben ösztönösen benne van, de van, akiben még erősebben. Az, hogy ez honnan van bennetek ennyire, arról van elképzelés? Szerintem én úgy gondolom, és úgy mondtam Dominiknak is, hogy ha te veled történik valami az úton, és valaki elsétál, az milyen érzés lenne, hogyha az a lett, aki fogja magát, én nem tudok segíteni, jaj, én nem tudom. De akkor sokkal többet segít, ha segít, mint hogy egyáltalán nem segít. És úgy jön egy élettudatot le, hogy úristen, ha én segíthettem volna annak az illetőnek, és a bácsinál is elsétálhattam volna, mehettem volna a kisfiammal tovább. De úgy élem az életemet, hogy az az úr lehet, hogy nekem köszönheti, és nekem is köszönhette az életét, kapott még egy hónapot az élettől, el tudott búcsúzni a családjától, stb. Rettenetes sok köszönetet kaptam én is abban az időben, a családtól, stb. Folyamatosan beszéltünk az édesapjának, ugye a kisfia, hogy megköszönt a fia, hogy én megmentettem az apukáját. Ez gyönyörű történet, nagyon büszkék vagyunk rátok, és sok szeretettel gratulálunk a díjathoz is. Köszönjük, hogy itt voltatok és elmeséltétek.